Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, ha másképp nem így virtuálisan a Vasari Galériában, Balatonfüreden. A mai beszélgetésünk apropója Vasari János és a Vasari Kolos, a festőművész és az egyházfő találkozása az egykori prímási nyaralóban című katalógus második kiadása. És köszöntöm körülben Danyi Orsolya művészettörténészt és Katona Csaba történész. Velük fogunk egy kicsit részletesebben beszélni az egyházfőről és a festőművészről. És hogy kronológiai sorrendben haladjunk, akkor először is Vasari Kolosról némi alapinformációt kérdeznék Csabától. Ki Vasari Kolos? Ki volt Vasari Kolos? Vasari Kolos leginkább esztergomi prímás érsekként őrizte meg az emlékezet, illetve itt Balatonfüreden természetesen kiemelt szerepe van annak, hogy ezt a villát, a Vasari villát, ahonnan most ezt a adást közvetítjük, ezt ő építette saját célra nyaralónak. De hát ha az egész életútját próbáljuk áttekinteni, akkor azt kell látnunk, hogy bizonyos értelemben egy self-made man-ről beszélünk, hiszen szegény családban látta meg a napvilágot, ugyanakkor azonban el kell mondani, hogy már az elejétől nagyon komoly balatoni kötődést említhetünk meg. Keszthelyen született ugyanis 1832. február 12-én vélhetően, itt a dátum körül van azért egy kis bizonytalanság. De talán nem is a konkrét dátum az érdekes, hanem az, hogy egy szűcsmesternek volt a gyermeke, és édesapját pedig nagyon hamar elvesztette, lévén a második házasságából született édesapjának. Az édesanyja és az édesapa között közel 3 évtized volt a különbség, tehát az idős édesapa ilyen értelemben nem játszhatott főszerepet gyermeke nevelésében. Tudni kell róla, hogy nem Kolos néven látta meg a napvilágot, a Kolos név a szerzetesi neve, tehát a választott neve, Ferenc nevet viselte születésekor éppen úgy, mint az édesapja, és az pedig, hogy egyházi pályára fog kerülni, az viszonylag hamar kiderült, nem feltétlenül abból, hogy hova jár gimnáziumba, mert a premontrei gimnáziumba járt Keszthelyen, tehát ez még önmagában nem determinálta volna erre, de nagyon hamar megfogalmazta azon szándékát, még 1840-es évek végén, hogy szeretne szerzetes lenni, méghozzá bencés szerzetes. Vannak olyan hírek is, mely szerint ezt történetesen pont itt Balatonfüreden jelentette be a későbbi, tehát a hivatali elődjének mondhatni, Rimeli Mihály pannonhalmi főapátnak. Ez vagy igaz, vagy nem, más források ezt olyan értelemben cáfolják, hogy korábbra teszik ezt a szándéknyilatkozatát, de bárhogy is van, elindult egy életpálya, és így lett belőle bencés szerzetes, ami aztán gyakorlatilag a Magyar Katolikus Egyház, mondjuk úgy, hogy legmagasabb rangjáig vitte őt ez az életpálya. És életpályát említesz, akkor én így rákérdeznek, hogy itt most a múlt század, pontosabban már 2 évszázaddal megyünk vissza ugye a 19. századba. Mennyire volt jellemző, hogy tényleg tehát egy szűcsmester gyerekéről beszélünk, aki korán árva marad, és végül is tényleg tehát egy legmagasabb, egy egyházfői tisztségig sikerül föl kiemelkednie. Tehát mennyire jellemző ez, hogy tényleg mindenféle úgymond családi háttér segítség nélkül kerülje magas tisztségbe valaki? Ez a polgárosuló 19. századi Magyarországban nem nevezhető egyedülálló jelenségnek ez a fajta társadalmi mobilitás. Ez volt, hogy több generációs volt, hogy egy ilyen gyorsabb folyamat, mint nála. Csak mondjak egy analóg példát, hát Horváth Boldizsár, belügyminiszter, aki a Monara idején volt belügyminiszter, méghozzá kiemelkedően kiváló szakember, az ő édesapja csizmadíjamester volt Szombathelyen. Egy kiváló eszű csizmadíjamester, aki azonban nem tanulhatott oly módon tovább, mint hogy a gyermeke viszont már igen, és ő fölismerte a gyermeke tehetségét, és arra helyezte a hangsúlyt, hogy tanítassa. Hasonló dolog történt Vasari Kolossal is, tehát a feudális terheket lassan, de biztosan maga mögött hagyó, polgárosodó, modernizálódó Magyarország, az megnyitotta az utat a legtehetségesebb emberek révén, kifejezetten a tanulás, a tudás révén. És hát az közismert irodalmi művekből is, meg máshonnan is, hogy a értelmiségi boldogulás egyik lehetősége az az egyházi pálya volt hagyományosan. Tehát tulajdonképpen egyfajta modern és egyfajta mondjuk úgy, hogy régebbi karrierív ötvöződik az ő esetében. És látnivaló az is, hogy a képességeit azt hamar felismerték a renden belül is, ugye tanárként működött, ez nagyon fontos kiemelni, hogy kiemelkedően jó pedagógusnak számított, ugye Pápán, Esztergomban, illetve Győrben
dolgozott ilyen értelemben, Győrben a gimnázium igazgatója is volt. Részben tehát oktatott, részben lassan, de biztosan beletanult abba, hogy hogyan kell egy szervezetet vezetni, igazgatni, tehát vezetői pozíciót is betöltött, és ahogy ebben az korban szokásos volt, hát, és ezt nagy örömmel mondom, történelemmel is foglalkozott, tehát amellett, hogy oktatott, tankönyveket is készített. Ezek természetesen katolikus szellemben készültek, ez azt gondolom, hogy ez teljesen természetes az ő esetében. Foglalkozott a világtörténelemmel, nagy vonalakban foglalkozott a magyar történelemmel, tehát ne ilyen mélyreható levéltárokra alapozott történeti tudást lássunk nála, hanem egy olyan fajta szintézist, ami az akkori katolikus tanuló ifjúság számára készült. És ezzel együtt az is fogható egyébként, hogy voltak úgymond kiemelt témái, tehát például a Várnai csata, ahol első László magyar király életét áldozta, vagy másképp fogalmazva botor módon elveszítette életét, ez már nézőpont kérdése. Hunyadi János oldalán harcolva ez volt egy kiemelt témája, de a reformkori országgyűlések egy részére is figyelmet fordított, például 1825. évi országgyűlésre, ugye ehhez szoktuk kötni a reformkor kezdetét, illetve a 1830. évire. Tehát egy elég sokrétű tevékenység előzte meg azt a kiteljesedését a karrierének, amikor először a renden belül került, úgymond a legmagasabb pozícióba, és lett belőle pannonhalmi főapát, és innen gyakorlatilag a magyar egyházon belül egy helyre lehet előre lépni, ez pedig az esztergomi prímás érseki szék, és ő a pannonhalmi főapáti székből ide került át a későbbiekben. Köszönöm. És akkor most Orsolyától is azt kérném, hogy Vasari Jánosról néhány életrajzinformációt osszon meg velünk. Vasari János 1867-ben született, és egy olyan életpályát járt be, ami elég tipikus az ő generációjában a magyar festőkre. 1885-ben kezdte meg a tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Egyetem akkori létesítményében, amit akkor még Magyar Királyi Mintarajztanodának és Rajztanárképezdének hívtak, és Székely Bertalan egyik kedvenc tanítványa volt. Viszont ez az elismerő hangnem, amit Székely mindig használt Vasari képességeivel kapcsolatban, sajnos nem volt kölcsönös. Vasarit nagyon fárasztotta, csalódottá tette az a fajta képzés, amit ebben az időben a Képzőművészeti Egyetemen lehetett kapni. Ugyanis egy bimbózó intézményi háttérről van szó itt a magyar képzőművészeti élet körül, tehát ekkoriban indul egy csomó minden múzeumok alapításának vagyunk a tanúi, a szervezett művészeti oktatásnak vagyunk a tanúi, megszerveződik a kritikai háttér a sajtóban. És az alapítóknak volt egy olyan elképzelése, hogy túl gyors lenne azonnal művészeket képezni, és át kell hidalni ezt egy átmeneti fázissal, rajztanárokat kell elsősorban képezni, akik kinevelik azt a generációt, majd akik már művészként léphetnek a magyar művészet porondjára. Ez az elképzelés nem találkozott Vasari ambícióival, úgyhogy nagyon sok művésztársával együtt Münchenbe mentek, és Vasari maga is 87-től már a Müncheni Akadémián tanult, és abban reménykedett, hogy egy korszerűbb, modernebb és frissebb szemléletű oktatásban részesülhet. Itt is csalódások érték, mert München nem volt annyira haladó szemléletű, mint amennyire várta volna tőle, és ezért 89-ben szintén sok más művésztársához, Ferenczi Károlyhoz, Csók Istvánhoz, Ripő Rónaihoz hasonlóan ő is Párizsban folytatta a tanulmányait. Most Vasari abban az értelemben elkülönül a generációjától, hogy valahogy nem volt hajlam a csoportokba verődni ebben a fiatal korában, inkább magányosan a maga útját járta. És ebben az értelemben Vasari Kolos is elősegítette ezt a különállását, mivel anyagi támogatást biztosított a fiatal festőnek, ezért ő nem az átlagos, nyomorgó, nélkülöző, kiszolgáltatott művész életet élte fiatalon. Végül 1892-ben zárta le a tanulmányait, és
visszatért Magyarországra. 1893-ban jelentkezett először a műcsarnok kiállításán egy Vaszary Kolos portréval. Tehát ez is jelzi, hogy a fiatal Vaszary számára mennyire meghatározó volt a nagybácsi alakja. És innentől kezdve egy nagyon gyors emelkedést láttunk az ő pályáján, hihetetlenül hamar megkapta az elismeréseket, a díjakat, a császári vásárlások és nemzetközi elismerések szegélyezték a pályáját. Tehát azt lehet mondani, hogy mire az új évszázad beköszöntött Vaszaryt már az első vonalában látjuk a modern magyar művész generációnak. Ebben a korszakban ugye a nagybányai művésztelep az egyik legerőteljesebb közösség, ő viszont ezen teljesen kívül marad. Miért? Tehát ennyire szeretett volna önállóan és mindentől függetlenül alkotni, vagy ennek más oka van? Azt gondolom, hogy egyrészt történelmi oka is van. Münchenben formálódott, ott bimbózott a nagybányai művész telep alapító közössége, és egy Hollósi Simon nevű festő volt az a vezéregyéniség, aki köré a fiatalabb festők tömörültek Münchenben, és amikor csalódtak az ottani akadémiai oktatásba, akkor Hollósi vezényletével kezdték el felfedezni a modernebb irányzatokat, és az ő instrukciója mellett próbálták bontogatni a szárnyaikat. Vaszaryból azt hiszem, hogy hiányzott ez a fajta tanítványi attitűd. Ő nem állt be Hollósi mellé, talán a személyes kapcsolatok is hiányoztak, a szoros baráti kapcsolatok ahhoz, hogy ehhez a társasághoz csatlakozzon. Ő jellemző módon inkább Ripő Rónaival volt szoros kapcsolatban, aki földije volt, szintén kaposvári, és nagyon nagyra tartották egymást egész életükben. Tehát valószínűleg inkább Ripő Rónai példáját követve ő is elindult egyedül, és megpróbálta felfedezni Párizst anélkül, hogy valamilyen vele majdnem egykorú mester hatása alá vonja magát. Ennek ellenére nagyon jó viszonyt ápolt ezekkel a festőkkel, és amikor 1907-ben megalakult a magyar impressionisták és naturalisták köre, aminek az alapítói között zömében a nagybányai festőket látjuk, és mellettük többek közt Vaszaryt, akkor látjuk, hogy ők egységesen léptek fel, tehát ez a generációs összetartás megvolt, de mégsem érezte azt soha, hogy szorosabbra akarná vonni a kapcsolatot a nagybányaiakkal. Valószínűleg annyira lekötötték Vaszaryt ebben az időben a tanulmányai, az, hogy próbálta felfedezni a kortárs festészetet, megtalálni a maga útját, hogy nem izgatta az a lehetőség, hogy valamilyen csoporthoz tartozzon. Most így hallottuk, hogy Kolos támogatta János pályafutását anyaginak, viszont Kolosról azért tudni lehet, hogy több segélyező szervezetet is létrehozott időközben. Erről valamit. Gondolom, hogy ehhez egy kicsit hozzátartozik az is, hogy ő is ugye mint szűcsmester gyermeke, tehát hogy alulról küzdötte föl magát, tehát talán képzeljük egy kicsit ilyen romantikusan, hogy ennek ez is közrejátszott abban, hogy különböző segélyező szervezeteket hozott létre. Erről mit tudunk bővebben? Hát valószínűleg több motiváció van annak, hogy valóban ez a fajta tevékenység, amit nevezünk röviden jótékonyságnak, ez karakteresen jellemezte Vaszaryi Kolos tevékenységét, valójában a pályája egészét tekintve. Ebbe belejátszhatott az a fajta, ma úgy mondanánk, szociális érzékenység, hogy valóban ő alulról jött, tehát testközelből ismerte ezeket a nehezebb rétegeknek az életsorsát, a mindennapi élet nehézségeit. Tehát másfelől meg azt gondolom, hogy azért egy egyházi embertől alapvetően még nem áll távol a jótékonyság, és ilyen értelemben is ezt a kettősséget tette lehet érni nála. Volt egy nagyon sajátos megítélés az ő jótékonyságának, például a kokáért hozzájárult, csak mondjuk egy egészen másik jellegű
ilyen tevékenységet az ő esetében, amikor már esztergomi prímás érsek volt, akkor például ő is kellett ahhoz, hogy föl lehessen építeni a Mária Valéria hidat, ugyanis le kellett mondani arról a jogról, ami az esztergomi érsekséget illette meg, hogy egy közhidat föl lehessen építeni. Részt is vett a híd felavatásában, tehát ilyen közvetlen dolgokban is, vagy közvetett dolgokban is tetten érhető az ő közösségi szelleme. Ugyanakkor azonban viszonylag ismert, hogy az ő prímás érseksége nem úgy ért véget a halálával, tehát nem prímás érseként ért őt a halál 1915-ben, hanem akkor már pár évvel korábban lemondott erről. És amennyire ki lehet tapintani a forrásokat, ez a fajta jótékonyság is hozzájárulhatott ahhoz, hogy lemondásra kényszerült 1912-ben. Mondjuk úgy, hogy a gazdálkodással való foglalkozás az nem tartozott az erősségeik közé. Itt arra gondolok, hogy, és ezt nagyon nehéz kitapintani a források alapján pontosan, hogy a jótékonyságok sokszor elvitték őt abba az irányba, hogy nem feltétlenül mérte föl, hogy ez a gazdálkodás tekintve milyen következményekkel fog járni. Tehát egyfelől nyilván ez a fajta szociális tevékenység el is várható egy egyházi méltóságtól, és azt gondolom, hogy emberileg is rendkívül szimpatikus. Ugyanakkor azonban hát súlyos visszásságokat tártak föl a érsekség gazdálkodásában, tehát nagyon súlyos veszteségek keletkeztek, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy egy idő után ő maga is úgy ítélte meg, hogy nem óhajtja tovább viselni ezt a szép, de nehéz feladatot, ami a prímás érsekséggel jár. A másik dolog, ami szintén ide kötődik, hogy egy idő után ő már idős ember volt. Tehát ne felejtsük, hogy 1832-ben született, 1912-ben mondott le a prímás érseki rangról, amit akkor már több mint 10 éve viselt. És volt az ő életének egy olyan eseménye, ami alig, ha nem megtörte az életerejét, megtörte az életkedvét, ez pedig nem más, mint 1895 körül azok a viták, amelyeknek a, úgymond a csúcsaként megszületett a törvény arra nézve, hogy Magyarországon mostantól lehet polgári házasságot kötni. Tehát korábban nincs egy egyházi házasság volt, de most Vasari, a 19. század embere, ő abszolút nem tudta ezt elfogadni. Ezt több beszédében is kifejtette, az országgyűlésben is felszólalt. Tehát ő egy személyes, illetve ha lehet így mondani, szakmai kudancként élte meg azt, hogy a katolikus egyháznak tudomásul kellett vennie az ő vezetésével itt Magyarországon, hogy mostantól kezdve a polgári házasságra is sor kerül. Ő ezt úgy ítélte meg, hogy az isteni törvények az emberi törvények fölött állnak, tehát neki lehetősége sincs prímás érsekként igen mondani erre a dologra, amit ma persze a mai értékrendünk alapján már úgy ítélünk meg, hogy hát a polgári fejlődés természetes velejárója. És azt gondolom, hogy ezen nincs is mit vitázni, csak próbálom megérteni az ő álláspontját. És egyebek mellett azzal érvelt, hogy a társadalom alapegységét, a családot kezdi ki a polgári házasság, hiszen a polgári házasság magában hordozza a válás lehetőségét, ami nem lehetetlen egyébként a katolikus házasságban se, csak ugye rendkívüli nehézségekkel jár. Az egy más kérdés, hogy pontosan lehet tudni, hogy ebben az időben a válni akaró katolikusok, hát fogalmazunk úgy oldották meg a dolgot, hogy áttértek egy olyan egyházba, vagy másik egyházba, ahol a válás sokkal könnyebben meg lehetett oldani. Tehát tömegével folytak a válások ebben az időben is. Ő ezt figyelmen kívül hagyta, és nagyon komoly személyes kudarcként élte meg ezt a dolgot. Ezt toldotta meg a későbbiekben. Az a rengeteg kritika, ami érte őt a visszás gazdálkodás miatt. Úgyhogy valójában azt kell mondjam, hogy ez a fajta jótékonyság, miközben egyfelől roppant dicséretes volt, másfelől egy sajátos csapdába csolta őt, és 1912-től pár évvel később, 1915-ben itt ebben az épületben bekövetkezett haláláig egy némileg megtört emberről beszélünk, ha Vasari Kolos pályáját felidézzük. Sajátos kapcsolódási pont ez, mert hiszen a jótékonyságot azt mindig úgy szoktuk tálalni, teljesen akkor ez egy nagyon pozitív dolog. Látnivaló, hogy a történelem egy picit bonyolultabb, ha összefüggéseiben próbáljuk ezt szemlélni. 19. század vége egyébként is egy nagyon nagy, úgymond kavalkád, tehát bármilyen szempontból nézzük, akár művészeti szempontból, akár politikai és egyéb szempontokat figyelembe véve. Én úgy tudom, hogy Kolos aktív szerepet játszott abban is, hogy az egyház kicsit szorosabbra fűzze a viszonyát a politikával. Igen, hát ugye ebben az időben tudjuk, hogy a megjelenik a úgymond politikai kereszténység is. Tehát konkrétan vannak olyan pártok a Magyarországon, amik kifejezetten ugye a keresztény pártok. És ő ezt nagyon is pártolta, és már csak ezért is volt számára kudarc, hogy az egyház politikai törvények végül is úgy értek véget, hogy úgymond a polgári gondolkodás győzött. És ez a fajta aktivitása is természetesen fogyatkozás szenvedett a későbbiekben. Itt egyébként, ha már Balatonfüred, ugye többször említettem, hogy ebben az épületben halt meg, azért egy fontos dologra még szeretnék kitérni, hogy
ő nagyon-nagyon sokáig törzsvendége volt Balatonfürednek. Tehát maga ez az épület, ez ugye szintén a 19. század végén épül föl, de azért ezt egy percig sem felejtsük el, hogy ő Bencés kispap korától visszatérő vendége volt Balatonfürednek. Tehát amikor én elkezdtem belenézegetni a balatonfüredi fürdőlistákba, akkor minimum 1860-as évektől dokumentálható, hogy ő bejelentkezik ide, itt van, nagyon szeretett ide járni, és az világosan kitapintható a forrásokból, hogy megszokott látvány volt, hogy Vaszary Kolos itt van a balatonfüredi sokadalomba, ebbe a rendkívül összetett társadalmi rétegekből toborzódott fürdővendégségben, ami tükrözi ezt a 19. századi sokszínűséget, amiről beszéltél. Majd pedig a visszavonulása után a lehető legtöbb időt itt töltötte, és innentől kezdve azt kell mondjam, hogy szinte irodalmi alakká vált, hát bizonyos értelemben valóban megtört ember, és többen Blaha Lujza, Akródi Gyula leírták azt, hogy mennyire meghatározó karakteres eleme a fürdői mindennapoknak az, hogy látják itt Vaszary Kolost, a egykor idézőjelben nagyhatalmú hercegprímást, és itt már csak egy törékeny, ezt a csokot tegyük idézőjelbe, egy törékeny öregembert láttak, aki Krúdi nagyon szépen le is írja ezt ebben a katalógusban, és megtalálható novellájában, hogy nem lehetett mögé látni, ki lehetett ő egykor. Tehát Krúdi talán úgy fogalmazott, hogy a magas pozíció szinte felemésztette az ő egyéniségét, és akkor kívülről nézte, azt látta, hogy itt van egy idős úr, aki nem halad az idővel, aki mellett elszaladt az idő, a 20. század már egy merőben más világ, de mégis mindenki szereti, és mégis mindenki tiszteli a kedvesség, a szerítség és az imént emlegetett jótékonysága okán is. Tehát azt kell mondjam, hogy a közvéleményben nem a politizáló Vaszary Kolos maradt meg, és egyházi emberről beszélve én azt gondolom, hogy ez így is van ennyi. És így, hogy a századfordulóról szó esett, akkor ha Vaszary János életművét nézzük, akkor a századforduló összes művészeti irányzata valahogy úgy végig megy ezen az életművön. Mondhatjuk azt, hogy Vaszary János ennyire kísérletező típus volt, vagy mi az oka annak, hogy tényleg tehát szinte műről műre változik a stílus, és jönnek be új stíluselemek a művészetében. Egyrészt végtelenül nyitott és kísérletező típus volt, és ezt a legpozitívabb értelemben gondolom, tehát minden művészeti újításra, minden művészeti ötletre nyitott volt, és ezen kívül generációjára jellemző progresszivizmus volt még az egyik fő karakterisztikuma. Az ő generációjában és általában a 20. század elején a művészek a haladást tartották és a fejlődést a művészet egyik legfontosabb erényének. Tehát Vaszary úgy gondolta, hogy aki lemarad, az idejét múltá irrelevánssá válik. Ezért hihetetlen figyelmet fordított arra, hogy kövesse a kortárs művészet irányzatait, fejlődését. Rendszeresen évente, két évente elutazott Párizsba, a legnagyobb művészeti eseményekre mindig rajta tartotta az ujját a művészet érverésén. Folyóiratokat járatott más országokba is, Németországba, Bécsbe akár elutazott egy kiállítás kedvéért. És amikor 1920-ban kinevezték a képzőművészeti főiskola tanárává, akkor mint tanár egyéniség is kötelességének érezte, hogy folyamatosan arra biztassa a fiatalokat, hogy rettenetesen nyitottak legyenek, szívják magukba az információkat, próbáljanak minél több művészt, kiállítást megismerni, és be is hordta a tanártársaival ezeket a folyóiratokat a saját gyűjteményükből a diákoknak, hogy segítsék az ő fejlődésüket. Tehát Csók Istvánnal egyetemben azok közé, a tanárok közé tartozott, akiket nagyon szívesen választottak a fiatalok, mert semmilyen stílust, semmilyen megkötést nem akart rájuk erőltetni. Úgy gondolta, hogy mindig a legújabb, a legfrissebb művészeti ötletek felé kell fordulni. És ami számomra rettenetesen szimpatikus Vaszaryban, hogy a 20-as évek második felében megfogalmazta, hogy én csak az expresszionizmusig tudtam menni. Tehát látja saját magát, hogy megvannak a saját korlátai, amik a művészi habitusából, a tehetségeiből, a képzettségéből fakad, de ennek ellenére továbbra is követte a kortárs művészetet, és amikor visszatért egy-egy ilyen párizsi útjáról,
akkor hihetetlen szuggesztív előadásokat tartott a diákoknak arról, hogy mit látott, kit látott. Úgyhogy Klimó Károlytól, bocsánat, nem Klimó Károlytól, nem emlékszem pontosan kitől, de valamelyik tanítványától van egy visszaemlékezés arról, hogy úgy mentek már el Párizsba a fiatal művészek, hogy pontosan tudták, hogy hova kell menni, milyen galériába kell menni, milyen kiállításokat kell megnézni, milyen irányzatokkal fogják szemközt találni magukat, mert Vasari már előre egy térképet rajzolt nekik. Csabától hallottuk az előbb, hogy Vasari Kolos gyakori vendége volt Balatonfürednek, a balatoni régió, az egy mindig ugye keszthelyi születésű, tehát a balatoni régió mindig egy kiemelt helyszíne volt az életének. Vasari János szintén keszthelyen született, ő mennyire kötődött a Balatonhoz? Valamilyen mértékben jelen volt a Balaton az életművében, nagyon fontos motívuma a magyar festészetnek Balaton, tehát Vasari János is visszajárt rendszeresen megfesteni a tóvizét, a balatoni jeget, a Balaton tövező dombokat. Már egészen az 1890-es évektől jelen van a Balaton a festészetében. De semmi olyan mély kötődést, mint Kolos esetében nem találunk Vasari és a Balaton között. Ő végül is azt lehet mondani, hogy Itáliával tartotta fenn a legbensőségesebb, a legelkötelezettebb viszonyt, és ha tehette, évente, két évente nyaranta visszatért az olasz tengerpartra. Fantasztikus térképet lehet abból készíteni, hogy milyen alapossággal bejárta a csizmának mind a keleti, mind a nyugati oldalát, és megörökítette a tengerparti jeleneteket, a villákat, a fürdőzőket, és valószínűleg ez betudható annak is, hogy ez volt életének az egyik legnépszerűbb, kereskedelmileg a legsikeresebb korszaka, a 20-as évek második felétől a 30-as éveken átívelő fehér alakos korszaka, aminek a fürdőző témájú képei voltak a magva. És mielőtt elkezdődött volna ez a fölvétel, beszéltünk arról, hogy a Tihanyi Biológiai Intézet rendelt tőle freskókat, panókat. Pannókat, igen. És azt mondta, hogy ennek egy érdekes története van. Mondtam, hogy akkor ezt meg fogom kérdezni így élőben. Igen, 1928-ra lettek kész ezek a pannók, amik a Tihanyi Halbiológiai Intézet számára készültek. A megrendelés első fázisában vaszali halászokat szeretett volna megörökíteni ezen a 7 méter hosszú, vízszintesen elnyúló táblán. Csak közben átvette a Tihanyi Intézet a Fiumei Intézettől a tengerbiológiai funkciót, és a megrendelő azt mondta, hogy valahogy a munkának. Ezért a nagyon örökítésével kezdett kísérletezni. Én személy szerint azt gondolom, hogy habitusának nem kifejezetten felelt meg a feladat. Nem feltétlenül a legsikeresebb munkája, de mindenképpen egy izgalmas fantáziavilág az, amit ő felfestett erre a pannóra. És hirtelen a második világháború után úgy gondoltuk, hogy ennek a pannónak nyoma veszett, és a művészettörténetben nagyon sokáig az a félreértés forgott közkézen, hogy a pannó a második világháború alatt valószínűleg megsemmisült, hiszen egy ilyen nagyméretű munka nem tűnhet el nyomtalanul. Többen próbálták megkeresni, és végül Virág Judit jutott nyomra. 2016-ban sikerült feltárni a mindenféle dokumentumokat arra vonatkozólag, hogy kiállításokon szerepelt a II. Világháború után a pannó, úgyhogy 59-ig lehet követni a nyomát, addig biztosan tudjuk, hogy hol van a pannó. Tehát ami biztos, hogy megvan, valószínűleg nem semmisült meg, de ennek ellenére mai napig nem találják, tehát egy nagyon rejtélyes története van ennek a műnek.
Ha Balatonnál tartunk, akkor meg kell említeni azt is, hogy Vasarik Kolos valójában az a bizonyos Krizosztom örökébe lépett, akinek azért elég sok mindent köszönhet, például Balatonfüred is, tehát a fejlődés szempontjából. Kolos mennyire vette komolyan a fürdőhely fejlesztést? Komolyan vette, de nem kényszerült komoly fejlesztésekre, és pedig pontosan azért nem, mert a hivatali elődje ezt már megtette helyette. Tehát nagyon fontos az ő életpályát tekintve itt Balatonfüreden azt megemlíteni, hogy a Bencés Rendnek a pannonhalmi főapátjaként ugye 1885-től 1891-ig, hát úgymond ő volt a balatonfüredi fürdő főnöke is, mert hiszen a pannonhalmi főapát döntött minden fontos kérdésben. Na most az a helyzet, hogy Kruesz Krizosztom, amikor oda került a pannonhalmi főapáti székbe, az gyakorlatilag egybeesett Balatonfüred fürdőjének a virágkorával, olyan értelemben, hogy ő, illetve Simon Zsigmond Tihanyi apát megkezdték mindazon fejlesztéseket, amelyeket a reformkorban, meg az azt követő években elmulasztottak. Ez nem függött össze. Hát fogalmazunk úgy, hogy elavultak, meg kívánnivalókat hagynak maguk után. Ez fejlesztésre szorul, és nem sajnálták ezekre a megfelelő összegeket. Továbbá még szerencséjük is volt, mert pont ebben az időszakban 1861-től Szántódról, illetve 1863 Tomás Siófokról megközelíthető Balatonfüred sokkal könnyebben, mint korábban, mert a Fiumét célzó déli vasút eléri a déli partot, át lehet jönni hajóval, a kisfaludi gőzös befogták, kvázi kompnak, tehát sokkal egyszerűbb volt ide érkezni. Na most, mivel ezekre a fejlesztésekre ezekben a 60-as, 70-es években sor került, ami tulajdonképpen betetőződött a ma az onnobáloknak is helyet adó gyógyterem vagy kurszalon 1878-79. Évi átadásával, gyakorlatilag mire Vasarik Kolos elfoglalta ezt a pannonhalmi főapáti széket, igazán fontos fejlesztésekre már nem volt szükség. És 1891-ben pedig őt a karrierje tovább repítette Esztergomba. Természetesen innentől kezdve nem az ő felelőssége volt, hogy mi történik Balatonfüreden. Tehát ez a 6 év tulajdonképpen nem nevezhető kiemelkedően olyan időszaknak, amikor fejlesztették a fürdőt, na de erre nem is volt szükség. A későbbiekben viszont, amikor egy Balatonfüred szempontjából sajátos dolog történt, nevezetesen az, hogy lényegében minden komolyabb balatonparti település Balatonfüred vetélytársává vált, mert hiszen a reformkortól nem azért jártak ide az emberek fürödni, mert itt a Balaton, senki nem ment a Balatonba, tehát az nagyon ritka kivételnek számított, ugye Veselényi Miklós állítólagos akciója, mert vagy elúszott Tihanyba, vagy nem, bizonytalan ez a dolog, hogy finom legyek, és nem akarok itt illúziókat rombolni, de maradjunk annyiban, hogy ő például a naplójában elfelejti megemlíteni, már pedig egy olyan sportsman, mint ami ő volt, az szinte biztos, hogy ezt rögzítette volna. De visszatérve a lényegre, a gyógyvíz, a savanyúvíz vonzotta ide az embereket. Viszont amikor a 19. század második felében, utolsó harmadában rádöbbennek, hogy a Balatonba fürödni jó dolog, akkor Balatonfüred azon veszi észre magát, hogy Siófoktól Keszthelyig, Badacsonytól Fonyódig, lényegében minden a vetélytársává válik. És az viszont biztosan fogható, hogy lényegében a 910-es évek legelejéig Balatonfüred úgymond belekényelmesedett a 60-as, 70-es évek nagy sorsdöntő fejlesztéseibe, és akkor kezdtek egy újabb, komolyabb fejlesztésbe, amit aztán félbeszakított a kitörő első világháború, ez viszont már nem Vasarik Kolos felelőssége volt, mert ő ugye 1891-től Esztergomért felelt. Viszont, ahogy említettem, a fürdő látogatóként minden évben megtaláltak itt Balatonfüreden. És most, hogy említetted az első világháborút, akkor én rögtön rá is kérdeznék, ugyanis ugye Vasarik János életében azért ez egy fontos időszak, de először Csabát kérdezném ezzel kapcsolatban, hogy történészként az első világháborús haditudósítók, képzőművészek, akik részt vettek a háborúban, mennyire fontos egy történész munkájában, hogy ezek is úgymond szerepet kapjanak a kutatásban. Nagyon fontos. Tehát nyilván a történettudomány nagyon sokáig úgy működött, hogy a hadtörténetre, politikatörténetre, eseménytörténetre helyezte a hangsúlyt, leírták szépen a hadmozdulatokat, felsorolták a halottak, meg a sebesültek becsült számát, meg a győzelmi jelentéseket. Hát ezen már régesség sikerült évtizedekkel ezelőtt túllendülni. Nagyon fontos szerepet kapott főleg most a centenárium kapcsán az első világháború megélés története. Tehát ugye a hétköznapi ember
hogyan élte ezt meg. Gondolunk itt a fronton harcoló katonára, de gondolhatunk itt cigányzenészekre, akik szintén írtak naplót a frontokon, hogy egy teljesen más társadalmi réteget említsek meg. De gondolhatunk itt a hölgyekre is, akik szolgálatot láttak el a fronton. És gondolhatunk a hátországban élőkre, akik ugye kapták a híreket a frontról, illetve hát a front egy idő után rosszabb esetben még el is érte őket. És a haditudósítások ilyen szempontból kiemelt szerepet kapnak, természetesen kellő forráskritikával kezelve ezt is, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy ki írta, kinek írta, milyen lobba írta, mi volt az elvárás. Tehát győzelmi harsonákat akartak ott hallani a haditudósítás alapján, vagy pedig inkább a realitást. És akkor én Molnár Ferencet tudom idézni, aki azért szerepet vállalt, hogy a haditudósítóként is a első világháború poklában, és ő tette fel azt a kérdést, hogy haza lehet-e írni a háborút, és azt a választotta, hogy nem. Tehát aki nincs ott, annak bármilyen tudósítást írunk meg, az nem fogja tudni, hogy miről beszélünk, azt ott át kell élni. Viszont a válasznak a lényegére visszatérve, vagy a velejére azt tudom mondani, hogy igen, tehát kiemelt szerepet kap ma már, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában, de mondhatnám azt, hogy a szerte a Földön, hiszen világháborúról beszélünk. A első világháború minden forrása, tehát ezek a személyes történetek, legyen az egy hivatalból megírt tudósítás, vagy egy magánnapló, vagy egy visszaemlékezés, ezek ma a legfontosabb források közé tartoznak. Képzőművész hogy alkotott kinn a frontvonalban? Ugye azt nehéz elképzelni, hogy kiállt szépen a tűzvonalba lealapozni a vásznat, és neki látott lefesteni a történteket. Erre a háború viszonylag kevés alkalmat ad. Alapvetően a szervezett körülmények között, tehát a sajtóhadiszállás keretei között vett részt önkéntes alapon Vasari a háborúban, hiszen elmúlt már 40 éves, amikor kitört a világháború, tehát nem sorozták volna be, de úgy gondolta, hogy amikor a kultúrájának, a civilizációjának az egyik legfontosabb eseménye zajlik, akkor neki ott kell lennie, és tanúként részt kell vennie ebben az eseményben. Találkozott természetesen többi haditudósítóként dolgozó művésszel, például Menyászki Lászlóval is, és jellemzően vázlatfüzetekbe, lapokra, rajzokban skiccelte fel azokat a dolgokat, amiket tapasztalt, megörökített mindenféle helyszíneket, csatákat, harcmezőket és vonuló seregeket, sebesülteket, és később, amikor hazatért a frontról, akkor ezeket némely esetben kidolgozta nagy alakú festmény változatban, de nem olyan mértékben, mint Menyászki. Tehát Menyászki pályájára jellemző, hogy egy nagyon nagy anyagot készítette a háború ihletésére. Vasarinál főleg a vázlatok adják ki a háborús időszak zömét, és csak néhány esetben beszélhetünk arról, hogy később otthon festményben feldolgozta ezeket. Ami inkább jellemző Vasarira, hogy kísérti ez a téma, ez az élmény még a 20-as évek első felében is. Természetesen ez nem egy kiugró dolog a festészet történetében. Ha végigtekintünk az európai modern festészeten, minden festőnek volt valamilyen kötődése, élménye az első világháborúval, és ez megjelenik még a 20-as évek folyamán is a munkáikban. Olyan német festőkre gondolhatunk itt például, mint Georg Gross, akinek hihetetlen traumatikus frontélményei voltak. Vasari egy nagyon érdekes tematikába sublimálta ezeket az élményeket, visszatér a vallásos ábrázolásokhoz a 20-as években, és Krisztus passiójának különböző jeleneteit használja fel arra, hogy arról a traumáról beszéljen, ami Európát érte a 14 és 18 közötti időben. És még egy utolsó kérdésre maradt időnk. Így a Vasari János és Vasari Kolos életrajzát böngészve azért egy dolgon megakadt a figyelmem, hogy mindketten haláluk előtti utolsó időszakban bezárkóztak. Tehát, hogy teljesen elzárkóztak a külvilágtól. Erről kérdeznék még egy utolsó kört, először Orsolyától, hogy, hogy Vasari János utolsó évei hogyan teltek?
Vasszary János utolsó évei hasonlóan nyomott légkörben teltek, mint Vasszary Kolos utolsó évei. Két évtizeddel azután, hogy Vasszary Kolos kénytelen volt lemondani hercegprímásként és visszavonulni az őt ért vádak miatt, Vasszary János hasonló támadások keresztüzébe került. Az úgynevezett elölkötő botránynak köszönhette ezt a lemondatását. A Kultuszminisztérium szeretett volna egyfajta takaró textilt rakatni az élő modellekre az egyetemen, mert úgy érezték, hogy erkölcstelen és illetlen, hogy meztelen modellek alapján dolgoznak a hallgatók, különösen, hogy ekkor már a képzőművészeti főiskola egy koedukált intézmény volt. Vasszary és Csók István nyilvánosan kigúnyolták ezt az intézkedést, a lapokban nyilatkoztak arról, hogy mennyire idegen a művészettől, a művészeti gyakorlattól. A hallgatóik is különböző partedlikkel, elölkötőkkel díszítették Budapest szerte a köztéri szobrokat, tehát volt egyfajta humoros felbojdulás erre az intézkedésre, és valószínűleg mint egy utolsó csepp a pohárban ez vezetett ahhoz, hogy kényszernyugdíjazták mind a kettőjüket a képzőművészeti főiskolán, ami egy hatalmas traumaként érte Vasszaryt, elvesztette a katedráját, ami azt hiszem, hogy alapvetően a személyiségének az egyik alapkövévé vált ekkora, elvesztette a napi szintű kapcsolatot a diákjaival, és mindazt a társadalmi megbecsülést, ami ezzel járt. Csatlakozott Rázsó Klára magániskolájához, és bejárt korrektúrázni diákokat, magánnövendékeket. A népszerűségét jellemzi, hogy nagyon sok diákja követte ebbe a magániskolába, hogy tőle tanulhasson. És ezekből a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy alapvetően deprimáltnak, kicsit távolinak, kiábrándultnak látták az idős mestert. Tehát gyakorlatilag ez a marginalizálódás, ez a csalódás beárnyékolta Vasszary utolsó éveit. Csaba, tőled is akkor ugyanezt kérdezném, viszont arra kérnének, hogy kezdjük valahol ott, hogy mikor is épült ez az épület. Tehát ez egy hercegprímási nyaralóként épült. Mikor és utána mi történt, amikor Vasszary Kolos végleg ide költözött? A szerződést, ha az emlékezetem nem csak 1894-ben írták alá, tehát ugye a 20. század előtt vagyunk még, és ekkor éppen gyakorló hercegprímás, tehát hercegprímási nyaralónak épül, de magánnyaralónak épül. Tehát korábban a Stefánia klub használta ezt a területet, kicsit bizonytalan volt, hogy hol vannak a telek határok, ebből az következett, hogy a adásvétel körül is voltak problémák. Azt is hozzá kell említeni, hogy 1866 előtt magánház céljára a Bencésen nem adott el házhelyet. Ennek az volt az oka, hogyha valaki idejött fürödni Balatonfüredre, azt várták természetes módon, hogy náluk szálljon meg, és gyarapítsai módon a rendbevételét. Az egy más kérdés, hogy egy idő után úgy megnőtt a vendégek száma, hogy már nem tudtak helyet adni annyi vendégnek, amennyi érkezett, abban a pillanatban a rend váltott, és egy okos gazdálkodás követve engedélyezték, hogy kihasítsanak házhelyeket. Ugye itt van nem messze Écsi László fürdőigazgatónak a volt villágya, vagy Jókai Móri, talán a legismertebb példa. És Vasszary Kolos is valamivel később felépítette ezt a nyaralóját, amit aztán rendszeresen használt. Ugyanakkor viszont ugye ez a Ziegler Győző tervei alapján készült épület, ez a korabeli viszonyok között monumentális és hatalmas épület. Ez tulajdonképpen egyfajta menedéke lett neki ezekre az utolsó évekre. Tehát akkor gyakorlatilag ma úgy mondanák, hogy életvitelszerűen itt tartózkodott. És azt mondom, kell mondanom, hogy számomra borzasztó furcsa volt így a beszélgetés során látni azt, hogy a két életút bizonyos értelemben hasonló módon ért véget. Azzal együtt, hogy Vasszary Kolos talán jobban bezárkózott, ugye nyilván a általa betöltött poszt, a személyisége, hát őt nem övezte rajongói kör, meg nem volt ilyen élénk kapcsolat a tanítványokkal, a gimnáziumi tanítványai, hiszen már réges-rég felnőttek, meg egyébként is egy más jellegű közegről beszélünk. De hogy alapvetően egy család két teljesen különböző személyiségű embere hasonló módon fejezi be az életét, ez egy elég érdekes, mondjuk úgy, csavar ebben a történetben, ha fogalmazhatok így. És ezzel együtt nagyon érdekes azt látni, hogy miközben Vasszary Kolost
talán a személyisége, a világnézete, az általa betöltött poszt bizonyos értelemben foglyul ejtette és belemerevedett a saját egykori, úgymond feladatkörébe vagy szerepébe. Közben meg Vaszary Jánosnál pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, tehát megvan benne az a művészi nyitottság, amit itt hallottunk, ugye, hogy folyamatosan az újat kereste, és én ebbe szinte ezt a Thomas Manni kettőséget vélem felfedezni, hogy ugye a normális élet, a polgári élet, amit Thomas Mann soha nem bírt elviselni, mint ennek a bilincseit, és vele szembe a nem egyszer a démoni ösvényekre vívő művészet szabadsága. És hát itt egy családon belül találkoztunk, azt gondolom, hogy ezzel a ha nem is a szélsőségesek irányába elmozdul egyikük esetében sem mind a két életvitellel, és a vég az mégis hasonló, úgyhogy számomra ez egy nagyon érdekes tanulság volt, és már csak ezért is köszönöm ezt a beszélgetést. Én is köszönöm akkor a beszélgetést, és köszönöm mindenkinek, aki végigkövette ezt, vagy végig fogja követni felvételről. Én javaslom, hogyha tehetik, akkor jöjjenek el a Vaszary Galériába, remek kiállítások sorakoznak itt, és fognak sorakozni, amint véget ér ez a járványhelyzet, és egy remek városban lehet eltölteni néhány kellemes órát, napot, hetet, hónapot. Köszönöm szépen! Minden jót kívánok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Thank you.